A fejlesztés során az épület jobb szárnyában az összes nyílászárót kicserélték, modern hőszigetelést és esztétikus színezést kapott kívülről. A KEHOP épületenergetikai felújítási pályázataiból az iskolák kimaradtak, csak a kollégium tudott megújulni. A beruházás különlegessége, hogy a Máté Szalkai Szakképzési Centrum saját költségvetési megtakarításaiból a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően tudta finanszírozni az évtizedek óta várt felújítást. Másfél évvel ezelőtt egy napelemes rendszert is kapott a Kállai, és ezzel a történettel zárjuk most már úgymond az energiahasznosításnak a komplex programját, mert a megtermelt villamos energiát azt saját magunk tudjuk használni, és nem mindegy, hogy a légkondicionáló berendezésekkel hűteni, fűteni is tudunk, hogy ezek az energiák azok a verebekhez szaladnak ki, vagy ne adj Isten az épületen belül maradnak, tehát egy olyan komfortos épületet sikerült most már kialakítanunk a Kállaiban, amely reményénk szerint épületenergetikai, de nevelési szempontból is fontos, ugyanis a szép környezet az nevel. És egészen biztos vagyok abban, hogy azok a kollégák, diákjaink, akik az épületben, vagy az épület közelében tartózkodnak, ez az esztétikai élmény pozitív hatással lesz majd személyiségükre. Az épület energetikai korszerűsítésével és a már meglévő napelemrendszerrel a villanyszámlán évi 1,5 millió, a fűtési költségeken éves szinten 3 millió forintot tud spórolni az iskola. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum az kiválóan működik, mert hogy minden iskola szinte megújult az elmúlt időszakban, és ezt nyomatékosítja az, hogy mindezt lényegében saját erőből tették, kigazdálkodva a forintokat a költségvetésükből. Péter István, a szakközépiskola intézményvezetője elmondta, hogy rekordgyorsasággal gyakorlatilag 1,5 hónap alatt sikerült a felújítást befejezni. Az értéknövelő beruházással sikerült az infrastrukturális feltételeket megteremteni ahhoz, hogy népszerűsítsék a fiatalok körében a szakképzést.